Szia! Hát nem is olyan régen egy édesanyja azt kérdezte tőlem e-mailben, hogy hát ő a tiéd a szülés tanfolyammal, hogy megvenné, de hát nem tudja, hogy értemese, mert hogy miben más ez, és miért több, mint a YouTube videóim a csatornámon. Úgyhogy most ebben a rendkívüli videóban, most ez egy kicsit egy ilyen reklám videó lesz, és elmondom neked, hogy miben más, és miben a többet, a tiéd a szülés-szülés felkészítő tanfolyam mint a YouTube videóim. Rácz Kata vagyok, Dula, képesített szülésfelkészítő, ezt a végzettségemet az USA-ban szereztem, a Lamaz International szervezetnél, spinning baby oktató vagyok, és nem utolsó sorban édesanyja, méghozzá két egyre nagyobb kislány édesanyja. És hát akár a szülésfelkészítő tanfolyamom, akár a YouTube videóim, mind a kettőre, mindegyikre igaz, hogy abban segítek neked hogy valóban informáltan tudj dönteni a szoptatásról és a szülésről is. Mégpedig azért, mert én azt vallom, hogy, hogy, hogy ezek valóban rendkívül fontos események az életünkben. Nem, hogy rendkívül fontosak, ezek, ezek a leges legfontosabb események az életünkben, amikor szülővé válunk. És hogyha ilyen fontos egy esemény, akkor szerintem nagyon fontos az is, hogy ezt ne csak a jó szerencse irányítsa, és hogy ne csak sodródj az eseményekkel, hanem igenis alakítsd a te, értékeid szerint, a te meggyőződéseid szerint, a saját igényeid szerint. És mikor tudod alakítani a szülésedet, illetve azt, hogy hogy alakul a szoptatásod, bizony akkor, hogyha tudsz informált döntéseket hozni. És mikor tudsz informált döntéseket hozni, akkor, hogyha ismered a lehetőségeidet. Szóval ebben segítek neked, akár a YouTube csatornámról van szó, akár a szülés felkészítő tanfolyamról. És hogy ez milyen fontos, hát ezt a saját bőrömön tapasztaltam, ezt a saját tapasztaltam meg, ugyanis az első kislányomnak a születésénél hát naív voltam és tudatlan, és úgy minden teljesen ráhagytam az orvosomra, és hát bizony egy ilyen totál medikalizált klasszikus szülésben volt részem, holott makkegészséges voltam, a kisbabám is makkegészséges volt, problémamentes volt a terhességem, és hát mégis minden így alakult. Viszont a második szülésemnél hát akkor kezdtem el igazándiból érdeklődni hogy a szüléssel kapcsolatban, és akkor jöttem rá, hogy mi nők milyen borzasztó keveset tudunk a szülésről, és hát a második szülésemnél, amikor már sokkal felkészültebb voltam, hát még korán sem annyira, mint, mint, mint azért most, amennyire érzem magam, de, de akkor nem adtam át egy ezüst a sorsomat az orvosomnak, hanem igenis bevontam magam a döntésekbe, és hát egész máshogy alakult ez a történet, egész máshogy alakult a második szülésem. Na, de lényeg a lényeg, ez volt csak a befezető. Hát nézzük először is a YouTube csatornámat. Hát a csatornámon most per pillanat 91 videó van, hát hogyha csak 10 perccel is számolunk, hát ez, ez nagyjából 15 órányi anyag. Nem most ez nagyon sok, ez nagyon hosszú. Az való igaz, hogy ezek is úgy gondolom, hogy ezek minőségi anyagok, ugyanis egy-egy videót, amikor így készítek, hát akkor nagyon sokat utána nézek, rengeteget tanulok, baromi érdekel ez a téma, és akkor tényleg mindig rengeteg energiát fektetek bele, hogy, hogy hát egy videónak az alapja, hogy az valóban egy ilyen megalapozott minőségi anyag legyen. És a hát nagyon sok információt kapsz ezek révén, a videók révén, hát teljesen ingyen méghozzá hiteles információkat. De részint nem hiszem, hogy végignézed mint a 91 videómat. És, és semmi baj, ez nem is kell, tehát, tehát, nem is hiszem, hogy, hogy, hogy ez lenne a cél. Tehát valószínűleg csak szemezgetsz ezekben, és hogy itt-ott, ami érdekel egy-egy témát, amiről már valamit hallottál, azokat úgy, úgy és azokat hallgatod meg, amilyen teljesen jól van. Tehát ez abszolút teljesen rendjén van. És ez egy kicsit úgy ahhoz hasonlítanám, hogy, hogy amikor például ki akarod festeni a lakásodat, hát akkor is lehet, hogyha még egy soha életedben nem csináltál, hát akkor megnézed a YouTube-ot, egy információt keresel, hogy hogy kell lakást kifesteni úgy, hogy a szép legyen és ne legyen foltost. Na, mi a helyzet a tanfolyammal? Mi a helyzet a szülés felkészítő tanfolyammal? Hát a tanfolyamon egy ilyen tematika mentén haladunk, tehát van egy ilyen vezérfonál, ami mentén haladunk, és bizony egymásra épülnek ezek a témák, és úgy szépen összefüggenek, és ezek az egymásra épülő leckékből így összeáll az egész, és lesz egy ilyen, egy ilyen egész kerek képed a szülésről és a szoptatásról is. Tehát nem lesznek lyukak ebben a történetben, tudni fogod azt, hogy mi miért van, és lesz egy ilyen határozott elképzelésed, hogy mit és hogyan szeretnél a te szülésednél, és méghozzá fontossági sorrendet is fogsz tudni felállítani, hogy tudod, hogy mi az, ami nagyon fontos, mi az, ami kevésbé fontos. Tehát egy, egy picit így, így a festéses példánál maradva, hát, hát a YouTube-on, meg, meg a YouTube videóimmal azt tanulod meg, hogy 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 fog hozzá a festéshez. A szülés felkészítő tanfolyam az, amit viszont egy kicsit úgy, 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 a szakiskola, tehát a festők megtanulnak minden csinyát, binyát, gyakorlatot szereznek, tehát úgy jobban összeáll a tudás egy egész képé. És hát ez egy kicsit megint csak vissza a festéshez, hát a YouTube-on ott valószínűleg azt nézed meg, hogy hogyan kell festeni diszperziós festékkel. Megnézed, megtanulod, hogy nagyjából sikerül. Na most a szakiskolában a festők azok megtanulják, hogy a mészre hogy kell festeni, külső festék, mázolás, milyen időben, milyen technikával, és a többi, és a többi. Tehát egyáltalán nem véletlen, hogy belőle mégiscsak egészen más, mint amikor az én drága férjem áll neki a lakás kifestésének, az egészen más, mint amikor azt egy profi festő csinálja meg. Na most a kérdés, hogy mondjuk az internet segítségével meg lehet-e tanulni az interneten mindent, amit egy, amit egy festő tud? És hát erre a válaszom az, hogy pe, persze, meg lehet. Tehát mindent meg lehet találni, van a az interneten meg lehet -e találni mindent, mindazt az információt, amiről szó van a szülés felkészítő tanfolyamon? Hát erre is az a válaszom, hogy igen, meg lehet találni. Főleg akkor, hogyha beszélsz angolul, hogyha jól beszélsz angolul, külföldi honlapokat is nézel, akkor valóban meg lehet. Tehát ugyanúgy, ahogy, ahogy mondjuk a szívkatéter műtétnek a leírását, tehát biztos, hogy azt is meg lehet tanulni, tehát kvázi mindent meg lehet találni az interneten, minden információ elérhető. Viszont van még egy nagyon fontos tényező, és ez a tényező, ez nem más, mint az idő. Ugyanis mire minden információt összeszedsz, az rengeteg idő. És az idő, azt tudjuk, hogy az pénz. És ráadásul nem biztos, hogyha az interneten vadászod össze az információt jobbra-balra, akkor nem biztos, hogy csak hiteles forrást találsz. Hát úgy gondolom, hogy az én forrásom az, az hiteles, és a tiéd a szülés csatorna, ott, ott hiteles információt kapsz, de azért nem, 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 biztos, hogy ez igaz minden információra, amit az interneten találsz. És főleg nem biztos, hogy a lehetőségeket ismered meg, hanem lehet, hogy csak a szokásokat, lehet, hogy csak azt tudod meg, hogy mit, hogyan szoktak csinálni, de hogy mit, hogyan lehetne csinálni, vagy miért lehetne esetleg érdemes máshogy csinálni, azt nem biztos, hogy, hogy meg fogod tudni, hogyha itt szemezgetsz innen-onnan. Tehát a tiéd a szülés-szülés felkészítő tanfolyamon, ott összeszedve, szelektálva, egymásra épülve kvázi készen kapod az információt, a hiteles minőségi információt. Tehát megspórolod az információvadászatot, és az idődet azt valóban hasznosan tudod eltölteni. És ráadásul nem csak tanulsz, és nem csak hasznosan töltöd el az idődet, de, de úgy gondolom, hogy ez még egy elég szórakoztató tanfolyam, és legalábbis ez a visszajelzése a szülőknek, akik már elvégezték a tanfolyamot, hogy kifejezetten élvezték, érdekes volt, és nem csak nekik, de a kisbabájuk édesapjának is. Tehát ez apáknak is érdekes. Na nézzük meg egy kicsit, hogy, hogy mit is értek azon, hogy egymásra épülnek a témák a tanfolyamon. Na nézzük meg, hát ez itt például az első rész, hát az első rész a szülés, tehát ez hét fejezetből áll. Az első fejezet az az élettani szülésről szól. Tehát, tehát, tulajdonképpen arról, hogy hogy is van ez a szülés dolog, ez hogy van kitalálva. De hát nem csak ezt a tipikus vajudás, kitolás, lepényi szak dolgot beszéljük át, hanem sokkal-sokkal részletesebben, hogy egy ilyen terek képet legyen már eleve a szülésről, hogy, hogy, hát hogyan működik a testünk. Na most általában ez az a fejezet, ami, ami a szülőknek egy ilyen kedvenc fejezete, ezt tudom, majd hát látom az adatokból, hogy itt többször visszamennek, ezt többször megnézik, és, és, hát amikor beszélgetek olyan szülőkkel, akik elvégezték a tanfolyamot, ez nagyon gyakran visszaköszön, hogy hát ez, ez az egyik kedvenc fejezetük. És ráadásul azért, hogy, hogy ezt még inkább ilyen valóságszerűbbé tegyem, az egész tanfolyamot végig kíséri az, hogy szülés történetek is vannak, azt 15-16 szülés történet is van, egy-egy témánál, amikor egy-egy témának a fontosságát kiemelem szülés amit édesanyák írtak, tehát ezek igazi, hiteles, úgy, ahogy szó szerint, ahogy anyák fogalmaztak a szülésükről, úgy alátámasztva azt, amit egy-egy adott leckében tanulsz. Na a második rész az a beavatkozásokról, a szülészeti beavatkozásokról szól. És ez az tipikusan az a fejezet, ami általában még egy bábai szülés felkészítő tanfolyamnak sem a része. Tehát ezek a bábai szülés felkészítő tanfolyamok, ezek nagyon minőségű, nagyon jó tanfolyamok, de általában ezekben nem sok szó van a szülészeti beavatkozásokról. Viszont a magyar valóság az az, hogy egy szülésnél beavatkozásoknak a tömkelegét alkalmazzák, hogyha kórházban szülsz, vagy legalábbis alkalmaznák. Tehát fontos, hogy tudd, hogy mi miért van, hogy minek mi az előnye, mi a hátránya, mi az alternatívája, mivel lehetne kiváltani. Mert, mert, sajnos a szülésnél nagyon kevés az esély, hogy ezt valóban elmondják. Tehát kötelességük lenne ezt elmondani, de ezt nem teszik meg. És te sem leszel abban az állapotban, hogy minden információt fel tudj dolgozni. Viszont, hogyha tudod a valóságot, hogy, hogy úgy mire számíthatsz, milyen beavatkozásokra, hogy még akkor is, hogyha teljesen természetesen, normálisan zajlik a szülésed, hogyha ezt tudod, és hogyha ezt mégsem szeretnéd, hogy tudod, hogy miért nem szeretnéd, akkor sokkal nagyobb az esélye, hogy, hogy ezt valóban el is tud kerülni akkor, hogyha ezt el szeretnéd. Na most az első fejezetben szó volt a szülésről. Hát a szülés az ezer arcú. És aztán a harmadik fejezetben megnézzük azt, hogy mik azok a gyakori variációk. Tehát így időzőjelben komplikációk, amikre jobb, ha felkészülsz, amikről jobb, hogy tudod, hogy bizony ezek előfordulhatnak, és hogyha felkészülsz, hogy részint, ha felkészülsz, akkor nagyobb az esély, hogy már el is kerülöd őket, illetve, hogyha ez mégis visszaköszön, és mégis megtörténik a szülésednél, akkor fogod tudni, hogy mégis azok a megoldások, lesznek olyan, olyan eszközök, olyan tippek a tarsajodban, amiket be tudsz vetni, és nem csak az ilyen klasszikus orvosi, gyógyszeres megoldások, illetve a műtéti megoldás lesz. Aztán utána átérünk azokra az intő jelekre, amik a harmadik trimeszterben, a szülés környékén, a szülés alatt vannak, amiket valóban olyanok, hogy na, hát ha ez van, akkor akkor aztán valóban nagy gáz van, és tényleg valóban nagyon fontos, hogy na most ez az a helyzet, amikor valóban itt, 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 itt már tényleg szükség van komoly orvosi beavatkozásokra az egészséget vagy a kisbabád egészsége védelmében. Na és a természetesen egy szülés felkészítő tanfolyam, hát ez nem csak egy ilyen, egy ilyen egyirányú információadás, tehát nem csak a döntés hozatalban segítek, de az is nagyon fontos része a tanfolyamnak, hogy olyan módszereket, olyan stratégiákat tanítok, amivel kezelni tud a fájdalmat, amivel kezelni fogod tudni a fájdalmat, ami bizony a szüléssel jár. És rendesül többféle módszert tanítok, és, és még van egy ilyen külön lecke is a partnerek, azért, hogy, hogy, ő is hatékonyabban tudjon segíteni. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos, hogy ne úgy álljon az ember a szülésnek, hogy na hát ez fáj, de túl kell élni, aztán ennyi. Hanem igenis legyen a tarsajában jó néhány trükk, jó néhány stratégia, amivel ezt a fájdalmat ezt meg tudja szelidíteni, és kezelhetővé tudja tenni. Tehát ez a fejezet, a szelidíts meg a szülést, ez tulajdonképpen a fájdalom csillapító technikákról, a természetes módszerekről szól. Na most már, miután van egy ilyen Alapismereted a szülésről, látod a lehetőségeket, ismered a, a, a tipikus beavatkozásokat, akkor most a következő fejezetben elkészítjük együtt a te egyére szabott szülési tervedet. Tehát nem az lesz, hogy én adok egy ilyen szülési tervet, hogy na, ezt kell kérni, hanem ezt együtt elkészítjük. Ez egy ilyen elég interaktív módon találtam ezt ki, hogy ez hogy működjön, és, és hát az nagyon pozitív a visszajelzés, szülők nagyon szokták ezt, ezt értékelni. És aztán, hogy elkészült most a szülési terved, a szülési preferencia listát, utána beszélünk arról, hogy ezt hogyan használt, hogy hogyan kommunikálj, hogy a férjed hogyan képviselje az érdekeidet. És aztán a végén van egy ilyen legutolsó fejezet, hát ez egy ilyen bónusz fejezet, ez, ez ilyen tipikus speckó esetekről szól, hogyha például ikreket vársz a bát, ha idősebb az édesanyja, ilyen-olyan problémák van, és a többi, és a többi. Na most ráadásul a tanfolyam az nem csak egy videó leckéknek a tömkelege, amiket úgy egymás után az ember lejátszik, hanem van hozzá egy jegyzet is, tehát ebbe a jegyzetbe ebbe tudsz jegyzetelni, ezt kinyomtathatod, ebbe írhatsz, ezt visszanézheted, és, és ez is segít abban, hogy ez az információ, ez nem csak ilyen, ilyen, száraz információ legyen, hanem valóban meg is maradjon, hogy valóban meg is értsd a folyamatokat. Na most volt egy tanítványom, aki egy borzasztó, alapos szülőpár volt, egy, egy édesanyja és egy édesapa, hát ők elvégeztek egy magyar élő szülés felkészítő tanfolyamat, és még az egy nagyon minőségi tanfolyamat, tehát egy egy, egy olyan kollégámtól, akit bátran ajánlok mindenkinek, valóban egy, egy minőségi szülés felkészítő tanfolyamot. Ezt ugye a várandóságnak a közepetáján. Viszont ez a tanfolyam, ez egy két és fél napos tanfolyam volt. És aztán ők úgy érezték, hogy hát ez nagyon jó volt ez a tanfolyam, de rengeteg információt kaptak, túl tömény volt, és úgy érezték, hogy a felét azt már réges-régen elfelejtették, és, és, hogy úgy nem maradt meg bennük, és aztán ezért bizony megvették az én online szülés felkészítő tanfolyamomat is, csak azért, mert hogy a videók azok visszanézhetőek bármikor, és mert hogy van hozzá jegyzet, és amikor beszéltem velük, akkor akkor nagyon pozitívan nyilatkoztak, hogy, hogy hát egészen más volt így, hogy, hogy így a saját tempójukban végezték el a tanfolyamot, úgy, hogy bőven hagytak időt arra, hogy ez a tudás az leülepedjen, és, és hogy volt idejük, hogy utána ezt egymással meg is beszéljék azt, amit a tanfolyamon tanultak. Na hát, és amiről még csak eddig beszéltünk, ez még csak az első rész volt, tehát a szülésről szóló rész, de hát van a tanfolyamnak egy második része is, ami a gyermekágyról és a szoptatástól szól. És hát a szoptatás az egy kicsit, ez egy olyan téma, amire nagyon sokan, aki még úgy nem sokat tud a szoptatásról, hát van csak azt mond, gondolja, hogy, hogy hát majd oda teszem a kisbabát, és akkor úgy minden megy, mint a karika a csapás, hát én tudok szoptatni, a baba tud és aztán minden jó lesz. Na most vannak ilyen szerencsések, akik ennyi felkészüléssel remekül tudnak szoptatni. És hát, hát ez lenne az alap. De a mai modern társadalomban, hát, hát mi állandóan megkérdőjelezzük magunkat, meg állandóan megkérdőjelezzük a döntéseinket. És hogyha tudod, hogy valami miért úgy van, miért így van, akkor van egy ilyen láthatatlan vezérfonalad a döntéseid meghozatalánál. És az a kisbabáddal bizony 5 percenként kell majd döntéseket hoznod, amikor megszületik a kisbabád, hogy úgy mit csinálj vele. És és úgy gondolom, hogy ez a tanfolyam az ebben is segít, hogy úgy hoz meg a döntéseidet, hogy azok segítsék a szoptatást. És a hát természetesen a szoptatásnak a biológiájáról is nagyon sokat fogsz tudni ezen a tanfolyamon, az ilyen szoptatási problémákról kifejezetten, erről is van egy-egy fejezet benne, tehát ezekről is szó van. Tehát tényleg nagyon részletes, úgy gondolom, hogyha valaki ezt elvégzi, akkor utána tényleg sokkal magabiztosabban áll neki a szoptatásnak, és bizony sokkal nagyobb az esélye, annak, hogy valóban sikeresen is fogja tudni szoptatni a kisbabáját. Na most természetesen a Youtube-szaptornámon a szoptatásról is van nagyon sok információ, ezeket ráadásul össze is fűztem egy, egy, egy ilyen sorozat formájában, és hát általában nagyon érdekes, hogy általában mi nők mi egy kicsit többet szoktunk tudni a szoptatásról. És ahogy nézem a YouTube-on a videóimat, bizony 98%-ban nők leendő édesanyák nézik. Viszont nagyon érdekes, hogy például kifejezetten a szoptatásról szóló tanfolyam az az, amin, amin apák szoktak így nagyon ledöbbenni. És amikor apák elkezdik ezt nézni, akkor, akkor így rájönnek, hogy hát ez egy baromi érdekes téma, és arra is rájönnek, hogy partnerként igenis rengeteget tudnak ebben segíteni. És amikor apák elvégzik ezt a tanfolyamot, akkor általában nagyon lelkesek így a szoptatással kapcsolatban, és, és ráadásul sokkal hatékonyabban tudják támogatni a partnerüket így a szoptatásnak az útján, és ezzel is hozzájárulva a szoptatásnak a sikeré Na, hát szóval most ez az eheti videó, ez egy kicsit ez ilyen ön, ön reklám volt, hát bocsáss meg, hogy ez egy kicsit tényleg ilyen, ilyen reklám szagúra sikeredett, de hát ebben a reklámban, tehát azt próbáltam elmondani neked, hogy miben több a tiéd a szülés tanfolyam a YouTube videóimnál. És hogyha gondolkodsz azon, hogy esetleg ebben beruháznál, hát én azt mondom neked, hogy, hogy hát ne nagyon gondolkodj tovább. Na most még egy fontos információt, tehát, hogy a tanfolyamokhoz egy 30 napos visszatérítési garancia járul. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha valaki megvásárolja a tanfolyamot valami miatt, mégsem úgy gondolja, hogy ez jó neki, ír egy e-mailt, és én 30 napon belül kérdés nélkül bárkinek visszatérítem a teljes vételárat. Na most ez a lehetőség, ez mindenki számára adott. Na most több száz szülő vásárolta már meg a tanfolyamomat, és hát a több száz szülő közül eddig, amióta elindítottam a tiéd a szülés-szülés felkészítő tanfolyamot, azóta volt egy Darab, egyetlen egy darab visszatérítésem, és ráadásul akinek visszatérítettem, az egy egyedülálló férfi volt, akinek a közelében nem volt kismama, szülés, semmi az égvilágon, tudom, az égvilágon nem is tudom, hogy miért vette meg ezt a tanfolyamot, na mindegy, megvette, aztán rájött, hogy egy kicsit, rájött, hogy egy kicsit butaságot csinál és természetesen visszatérítettem neki. De valódi szülők közül, akik tényleg megvették és elvégezték a tanfolyamot, nulla, tehát nulla visszatérítésem volt eddig, hát úgy gondolom, hogy ez støb et måned. mindennél ez elég sokat elmond. És hát még egy fontos információ, hogy most jön a karácsony, úgyhogy figyeld a honlapomat, tehát a www.tiéd a szülés honlapot, mert hogy fogok készíteni egy ilyen karácsonyi ajándékkupont, mégpedig azért, hogy a rokonaid, az ismerőseid, a szeretteid, azok megvásárolhassák kvázi neked így ajándékba a szülés felkészítő tanfolyamot. Úgyhogy én azt mondom neked, hogyha egy ilyen igazán hasznos karácsonyi ajándékot szeretnél a falá, akkor kér karácsonyra a felkészülést, a magabiztosságot, a tudást, ugyanis ez valószínűleg sokkal többet fog érni, mint mondjuk a tizedik kis rugdalózó, amit bizony a kisbabád már három hónapos korára már hát nem is fog tudni viselni. Úgyhogy hát remélem, hogy hamarosan találkozunk a tiéd a szülést tanfolyamon, de addig is nagyon boldog készülődést kívánok neked. Szia!